Körülbelül 100 millió lejes bevételt ért el tavaly az ország négy legnagyobb fesztiválja. A pénzügyminisztérium adatai szerint messze a legnagyobb szabású és a legsikeresebb rendezvény a kolozsvári Antold volt, a maga 60 millió lejes bevételével. A fesztivál szezon a végéhez közeledik, de mennyibe is került a résztvevőknek egy-egy rendezvény? A négy legnagyobb fesztivál Romániában az Antold, Neversea, Electric Castle és a Summerwell. Kettő ezek közül Erdélyben kerül minden évben megrendezésre. De nem csak a fesztivál bevételek szárnyaltak, hanem általuk a gazdaság is. Az IARUL Financiár gazdasági napilap becslései szerint az említett négy fesztivál 2017-ben 250-300 millió lejes bevételt generált a szállók, panziók, éttermek, szállítási vállalatok, sörözők és boltok számára. De mennyibe kerül egy fesztiválozás, ha nem a legnagyobb volumenű rendezvényeket válasszuk? Az Övék Fesztiválon jártunk, Románia első kisméretű fesztiválján, amelyre 200 lej volt a bérlet. A kiadások azonban ezzel nem érnek véget. Amikor mi még mondjuk fesztiválokra jártunk, hát akkor azért úgy 100 lejből egy picit több mindent lehetett venni, mint most itt. Viszont nézd, tehát hogy az, hogy egy sör mondjuk 8 lej, az persze sokkal drágább, mint bármilyen, vagy lehet, hogy nem is bármilyen, de úgy az átlag vásárai kocsmákban. Viszont hát normális, egy fesztiválon vagyunk, épp a haverekkel azt beszéltük, hát most, hogyha elmész valami más fesztiválra, akkor biztos, hogy drágább. És ez nem tévedés. A jövő évi Electric Castle-re már elfogytak az olcsóbbnak számító 300 lejes bérletek. A résztvevők azonban tisztában vannak a fesztivál árakkal, így felkészültek a nagyobb kiadásokra. Azért vannak borsos árak, az biztos. Hát na, de fesztivál, ugye ez mindenhol így szokott lenni. Szerintem azért nem annyira nagyon veszélyes, de azért lehet pénzt költeni elég rendesen, főleg, hogyha az embernek nagyon bulizni van kedve. A romániai fesztiválipar súlypontja egyértelműen Erdélyben van. A felsoroltak mellett a regádban egyetlen sok résztvevőt vonzó zenei fesztivál van, a Jász megyei After the Hills. Erdély ellenben egy sor jelentős zenei rendezvény helyszíne, az Övék Gernyeszegen, a Vibe Marosvásárhelyen, a Rockstadt Barcarosnyon, a Double Rise pedig Torockon zajlik.